Fogyok, urámat tartani kell. Na és milyen volt az út? Milyen út? Hát voltatok. Fellépés után indultatok. Brüsszelbe? Brüsszelbe. Jó, hogy voltunk Brüsszelbe. Ja. Azt én teljesen elfelejtettem. Maga az egész városban az a vicces, hogy vannak ilyen pici kis vékony házikók. Tehát bejárat, ablak, kész vége a következő ház. És olyan kis munkásan néz ki, tehát építőszerítőleg tök jó szerintem. Mindenképpen kellett tenni waffelt, szerintem majd cukrot rakhatnak bele, vagy valami ilyesmi, mert hogy ilyen cukormázas volt, ilyen, mint hogy a karamellizált lett volna az egész, tehát ilyen, hát viszonylag kemény volt. Na én erre a cukormázas gofrira, waffelre így nagy lendülettel még kértem nutellát, az úgy beütött, hogy aznap én már többet nem ettem. Időpontra volt jegyünk az Atomiumba, én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen szobor, hogy így megnézzük, hello, Atomium, én vagyok, így csinálok három szelfit, és akkor megyünk tovább. És kiderült, hogy nem, mert bele kell menni. Maga a kilátás, ez tök jó volt, mert a városra lehetett rálátni, és voltak ezekben a gömbölben különféle kiállítások, az annyira nem volt izgalmas, meg kell mondjam. Egy ilyen express lift vitt fel a tetejébe, ami tényleg annyira express volt, hogy csak így kapaszkodtunk. Utána elzarándokoltunk a kisilú kisfiúig. Én ugye fotón láttam ezt a szobort, és azt hittem, hogy körülbelül ez egy ilyen emberméretű normális szobor lesz, mert a valóságban ez körülbelül ekkora, tehát egy 30 centis valami, és onnan lehet tudni, hogy ez az, hogy ott állnak körülötte tök sokan. Tehát, hogy egyébként észre se vettük volna, hogy ott van. Ennél még viccesebb, hogy ennek van egy ilyen párja, a pisülő kislány, ami egy zsákutcában van konkrétan, és látod, ahogy szerencsétlenkednek a turisták a GPS-szel a kezükbe, hogy de hát itt nincs semmi, de hát itt nincs semmi, de hát itt mutatja a GPS. És be van vésve a falban. Másnap aztán egy autókiállításon kezdtük a napot, egy olyan autókiállításon, ahol tulajdonképpen az autózás korától, a legelső pillanattól kezdve voltak kiállítva autók, 1896-tól, milyen biciklire hasonlított még, egy óriási épületben, nem tudom megmondani, hogy hány négyzetméter volt, annyira viccesek voltak, főleg ezek a régi autók, nem volt eredetileg teteje, hanem csak úgy ráültek, mint egy motorra nagyjából. Aztán utána már az utazóknak csináltak egy ilyen kis kasznit, aki benne utazott az uraságoknak már volt kaszni, de a sofőr az még kintázott az esőbe. Azért nem volt fenyegítve fel, hogy sofőrnek lenni, és ezt egészen a mostani autókig, a mostani legújabb sportautókig tartott a kiállítás. Aztán, ha már Brüsszelben voltunk, akkor elmentünk az Európa Parlamentbe. Arra gondoltuk, hogy viszonylag korán kellene menni, hogy ne legyen nagy tömeg, így okulva mondjuk a Magyar Parlamentnek a látogatottságából. Úgyhogy megjelentünk ott viszonylag korán, de nagyjából még kettő ember volt rajtunk kívül, erre kíváncsi. Úgyhogy volt egy ilyen kis biztonsági ellenőrzés, ilyen átvilágító kapu, mint a reptereken. Viszont senki nem kísért minket, azt mondták, hogy akkor tessék fáradni arra felé, ott a lift, negyedik emelet lesz viszont látásra. Hát a repülőút visszafelé az izgalmas volt, mondjuk úgy. Én nem nagyon szoktam félni, sőt én imádom, amikor ilyen erős kanyarokat veszek jól. Tehát az a legjobb az egészben. A felszállás után én kényelembe helyeztem magam a repülőn, levettem a kis cipőmet, ilyesmi. Aztán ugye jött a felszólítás, hogy most hát egy kicsit rázósabb útunk lesz. Mondtam, hogy jó, hát ezt nem számít, ezt szokták mondani. Na hát, amikor a harmadik olyan volt, hogy majdnem a fejemet vertem be a plafonba, akkor mondom, hogy összeszedem a cipőimet, elképzeltem ezeket a katasztrófa filmeket, hogy akkor valahol a vadonba lezuhanunk, és akkor a vadonba mezitláb kell nekem mászkálni utána, hát inkább felveszem a cipőm, nem? Simán így. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Véleményed vagy kérdésed, írd meg kommentben. Nyomj egy lájkot, és nézd bele a többi videómba is. Iratkozz fel, és ne felejtsd el a feliratkozás melletti csengőt is bekattintani. Kérj értesítést az új videókról a Messenger ikonra kattintva.